Királyi Akadémia nyári kiállítása látogatók ezreit vonza minden évben. De az idei év más. Az udvar egy vasúti tolatóvágánnyá változott, ahol Eduardo Paolozzi London-Párizs című mozdonyszobra foglalja el a központi helyet. A kemény fából készült és 5 tonnát nyomó műalkotás kapta a tárlat 2 kiemelt kiállító helyének egyikét. A másikat pedig a vezető amerikai művész Frank Stella tudhatja magáénak, aki szobrokat és festményeket is kiállít idén. A művészt a cigarettafüst örvénylő mintázata inspirálja, amelyet óriási festővásznakra ír át. A cigarettafüst inspirációként szolgált a szobroknál is, amelyek ócskavasból és öntött alumíniumból készültek. A tágas és világos galéria kitűnő hely a kiállított művek számára. Ez egy igen nagy terem, ahol kiállíthatom a műveimet, és ez nagyon kedvező alkalom számomra, hogy részt vehetek a londoni kiállításon. Itt általában a Bernard Jacobson galériában szoktam kiállítani, de hogy teljesen őszinte legyek, a Bernard kissé szűk ezeknek az alkotásoknak. Az, hogy a galéria helyett most itt, a múzeumban állíthatok ki, ahol szép, tágas a tér, és természetes a megvilágítás, és annak napközbeni változása egyszerűen fantasztikus. Nagyszerű lehetőség számomra. Ezzel ellentétben ez a galéria szándékosan gyakran állítja ki a brit művész Peter Blake munkáit. Az emberek többségének ez az elképzelése a hagyományos nyári kiállításról. Egy kis felkavaró Van Gogh, szemben Hollywood olyan legendáival, mint például James Dean. Ez a Ben Johnson által készített jeruzsálemi pillanatfelvétel már-már szürrealista. Egyes dolgok nem egészen azok, mint aminek látszana. Claire bronzra festett olajképe sétára késznek tűnik. Az építészeti galériában lévő modellek már műalkotásnak számítanak. Ez is egyik módja a két terület építészet és művészet ötvözésének. Az új hullámos Colin St. John Wilson tervező munkái a Payen galériában láthatók. Meglepetések mindenütt. A világos és légies New York-i központi pályaudvar versenyre kell a hagyományos angol kert látványával. A nyári kiállítás nem csak a közönség, hanem a művészek számára is kedvező alkalom. Ez nagyon jó a művészeknek, mert azt jelenti, hogy bárhol csinálsz egy képet egy kis manzárban, valahol Mayfairben, vagy egy elegáns East End-i műteremben, elhozhatod ide. Az olyan öreg rókák, mint amilyen én is vagyok, kedvelik az ilyet. Kitesszük a képeinket a falra, a közönségnek tetszik, és már nyúlnak is a csekkfizetőkért. Bingo! Megkötődött az üzlet, és a gázszámlát ki van fizetve. A kiállítás augusztus 7-éig tart nyitva, és a rendezők több mint 100 000 látogatóra számítanak. Hatvan évvel ezelőtt így nézett ki az égbolt az angol táj felett. Egy fogadás azon kevesek számára, akik túlélték az angliai csatát. Sokan a mai generáció tagjai közül már elfelejtették annak a kornak a hősies küzdelmeit. A napokban az egyik kollégám elment egy iskolába, és kiderült, hogy a gyerekek soha nem hallottak az angliai csatáról. Erre ő azt kérdezte a tanárnőtől. Nem kellett volna a gyerekeknek tanulnia az angliai csatáról? Mire a tanárnő azt kérdezte. Miről? Ő sem hallott róla. És ez nem csak a fiatalokra jellemző. Mindenki tájékozatlan. Nem akarunk nagy hősökként tetszelegni, de tény, hogy megmentettük a világot. Mind az 520 pilóta megfizette a támadás árát.
Azoknak a fiatal pilótáknak nem volt sok esélyük a túlélésre. A brit királyi légierő 915 harci repülőgépe semmisült meg, és 358 pilóta sebesült meg. A német Luftwaffe 1733 repülőgépet veszített, többségében bombázókat. Úgy gondolom, kell, hogy az emberek emlékezzenek az angliai csatára. Jogosan mondta Churchill, ez nem a vég kezdete, hanem a kezdet vége. És ez azt is jelentette, hogy semmiképpen nem szabad engednünk, hogy a németek lerohanjanak minket. Azt hiszem, ez óriási jelentőségű volt. Ez a csata abszolút fordulópont volt a II. Világháború történetében. Biztos vagyok benne, hogy az volt. Winston Churchill, akinek a szobra a parlament téren áll. Sokak szerint ő volt a győzelem kovácsa. Churchill személyiségét próbálja felidézni az az új kiállítás, melyet egy West Endi galériában rendeztek meg. Peter Johnson az Ackerman és Johnson galériából régóta nagy tisztelője Churchillnek. Mindenki arról beszél, hogy ő egy rossz kedvű ember volt, vajon mi lehetett ennek az oka. De az itt kiállított képek alapján nekem az a benyomásom, hogy ő egy nagyon határozott és nagyon szimpatikus személy volt. És minden, amit én tudok, amit olvastam vagy filmen láttam róla, csak megerősített abban, hogy ő egy csodálatos ember volt, és neki köszönhetjük, hogy ma itt vagyunk. Churchill, mint a parlament egyik óriása, egy a Tatler magazinban megjelent kép szerint. Ezt a képet 1943-ban festette George Baker, Churchill miniszterelnökségének csúcspontján. Ez a Hitchcock által festett nagyszerű portré pedig a politikus élete vége felé készült. Egy vázlat Topolskitól. Ez a karikatúra pedig Breton halászként ábrázolja Churchillt, talán a francia haderő összevonására tett kísérletére célozva. Az iránta való tisztelet jeléül portréját használati tárgyak százain reprodukálják. Churchill vitathatatlan festői vénáját is bemutatja a kiállítás. Ez a Cannes-i kikötőt ábrázoló napos tájkép megpróbálja érzékeltetni azt az örömet, amit a festés, a színek jelentettek a politikus számára. A kiállítás számos eddig ismeretlen oldaláról mutatja be Anglia legjobban ismert háborús vezetőjét, élete valamennyi korszakából, és felidézi azt az időt, mikor oly sokan hoztak nagy áldozatot.